tisztelt államtitkárokat, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves uraimat itt a piasztalmunkban, immár harmadik bőrér bemutató és a sokadik vásárolj Balizsán című vásárolj. Hát sajnos az idő, mivel ilyen szemenfélő volt pedig, alaposan rákezd az eső, ez nem nagyon kedvez ennek a mai programnak, a bízunk abban, hogy ezért még a délelőtt folyamán sokan ellátogatnak hozzánk, és kíváncsiak lesznek a bőrér bemutatóra, mert hogy azt tapasztaltuk már az elmúlt két esztendőben, hogy az időjárás kedvez. Tavaly nélkül ilyen havas, szép idő volt, és nagyon sokan eljöttek, nagyon sok család hozta a gyermekét, mert hogy nem mindenkinek, vagy sokaknak inkább úgy mondom, nem ragadik meg azt, hogy ezt a hagyományos és nagyon szép téli ünnepet, a disznóvágás és annak minden hozzanatát megfigyelheti, sőt, még meg is kóstolhatja azt a sok-sok finomságot, amely a disznóból készül, mert hogy azt tartják, hogy a disznónak minden része fogyasztható a körmétől a füléig, és ez így is van. És azok az ízek, amelyekkel az ország különböző területein ízesítik ezt a sok-sok finomságot, az másik nagy Kanizsán, de más az Alföldön, vagy bármelyik területén voltak meg az országban. Termelői vásár. Szintén egy nagyon jó kezdeményezés volt 3 évvel ezelőtt, amikor azt mondtuk, hogy szólítsuk meg azokat az embereket, akik a szabad idejükben, vagy éppen nem szabad idejükben belkerekben zöldséget, gyümölcsöt feldolgozzák, ebből kínálnak nagyon finom lekvárokat, szörpöket, és így tovább, és hozzák el ide hozzák. Hozzák el, és kóstolják meg a nagy tanzsaiak, mert tudni kell, hogy ezek a termékek mindenféle adalék mentesek, mindenféle tartósítószer mentesek, nagyon egészségesek. És ez nagyon fontos a mindennapjainkat, ezt kívánjam tudjuk. De szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött erre a mai napra, azoknak az őstermelőknek, kistermelőknek, akik elhozták az árulikat. Reméljük, hogy egyre több vásárló és vevő is lesz itt a mai napon, és a bőrér bemutatóra őszintén várunk mindannyian. Én szeretném végezetül megköszönni államtitkároknak, hogy megtiszteltek bennünket és eljöttek erre a mai rendezvényünkre. Szeretném megköszönni mindazoknak, akiknek munkája van ebben az előkészítési feladatokat, és kívánok mindannyiunknak nagyon szép napot. Isten áldja Balizsa minden polgárát és minden időt. Köszönöm szépen, hogy megtaláltam.